Közel 90 hektáron gazdálkodik a Csukás Zoltán mezőgazdasági technikum. A diákok is kiveszik a részüket a talajmunkákban. Jakab Zoltán elmondta, korszerű eszközökre pályáztak. Idén akár egy drón is segíthető a mezőgazdasági tevékenységet a Csukásban. Igen, javába zajlanak a tavaszi munkáink. 90 hektáron gazdálkodik a tangazdaságunk, meg közelítőleg 90 hektáron. Vetésforgónk úgy néz ki, hogy 40 hektáron őszi takarmányárpát termesztünk, 25 hektáron őszi buzát, illetve most megpróbálunk napraforgót, magas olajsavas napraforgót tavasszal, illetve tavaszi sörárpát vetettünk 17 hektárt, megpróbálva, hogy hát a minőségi sör alapanyagot tudunk előállítani. A diákokat hogyan vetik be a munkába ilyenkor, hogyan tudnak bekapcsolódni a tavaszi tevékenységekbe? Hát a diákok nagybavá vannak vonva a tavaszi munkákba, általában szakmai órákon keretein belül kint vannak gyakorlaton a talajon, mind a tavaszi munkában, mind az őszi munkában jeleskedtek, nagy köszönet nekik érte, hál' Istennek pozitívan állnak hozzá mindig a dolgokhoz, tehát azért ha határban van munka, akkor a diákok mindig kint vannak határban. Gépbeszerzések folyamatosan fejlesztik a Csukás tangazdaságát. 2024-ben hogy fog ez zajlani? Milyen új gépek, új eszközök kerülhetnek ide, akár pályázat útján, akár más formában a tanintézményhez? Igen, szeretnénk folyamatosan fejleszteni a tangazdaságunk gépparkját, bár viszonylag elég jól fel vagyunk szerelve. 3 korszerű erőgépünk van, ami navigációs rendszerrel van felszerelve. Ezeket alapjául véve próbálunk a precíziós gazdálkodás felé egy kicsit kacsingatni, és egy VP-s pályázat keretén belül az elkövetkező időkben egy horslép permetezőre, egy monoszem sorközművelőre, illetve egy megvezető keretre, illetve egy drónra szeretnénk pályázni, és ezzel kapcsán lesznek bemutató üzemi gyakorlati óráink, délutánonként, amelyre szeretettel várom a környékbeli gazdálkodókat. Itt az előadók elsősorban az említett gép forgalmazói lesznek, de lesz csukás szakoktató előadó is, illetve a drón működtetéséhez és bemutatásához egy külsős céget hívtam segítségül. Ugyanis gyakorló gazdálkodó, hiszen beleden tevékenykedik, illetve itt oktat a Csukásban. Maga a drón használata mennyire elterjedt itt a térségünkben, akár a többi gazdával beszélgetve, hiszen azért elég sok mindenre lehet használni a drónt most már. Így van. Hát elsősorban a drón mint felderítésre használják nagyon sokan, tehát feltérképezésre, akár növényvédelmi munkába, akár most az ősszel nagy volt a pocok populáció ennek a feltérképezésre, vagy vadkár elhárításra, vadkár felmérésre. Sajnos még azért a drón által felhasznált vegyszerek nincsenek kiforva, nincsenek engedélyeztetve, vagy legalábbis nem sok van belőlük, tehát ez még nem hivatalos útja a dologoknak, de mint növényvédelmi feltérképezésre, az tökéletesen működik és tökéletesen jó. Tehát azt jelenti, hogy a jövőben elképzelhető lesz, hogy akár drónnal permetezzenek, hogyha technológiailag, illetve hát a törvényileg szabályozom megengedhetővé válik, így akár könnyebben elvégezhetik ezt a munkát és hatékonyabban. Így van, hát a drónnak nagy előnye, hogy nincs taposási kára. Vannak hátránya is azért, mert szeles időben például nem lehet permetezni vele, igaz, hogy akkor szántóföldi permetezőgéppel se. Kisebb a kapacitása, mint egy szántóföldi permetezőnek, de szerintem teljesen jó technológia. Volt már részem kipróbálni, bemutató szinten, szerintem működni fog itt a közeljövőben, ha megfelelő engedélyek birtokai meg lesznek a gépekre. És még egy kérdés, a vadonatúj technikák, tehát akár az informatikai rendszereknek a beépítése a munkagépekbe, azoknak a kezelése, használata ma már a fiatalok számára elterjedt. Mennyire fog ez változni? Tehát jobban át fogja a technika, a modern technika venni az irányítást? Igen, sajnos most már lassan ott tartunk, hogy egy modern traktor, egy erőgép mellé informatika is kell, nem kevés. Most voltunk a múlt héten egy
ilyen továbbképzésen, egy precízumos gazdálkodási továbbképzésen, és számomra is az jött le, hogy elindult egy folyamat, de ezt a folyamatot egyrészt anyagi biztosításként is nagy beruházás végeredménybe, másrészt pedig személyfeltételei is sok vannak, mert lassacskán úgy néz ki, hogy egy gazda az teljesen átvált informatikussá.